Mit csinál az ember, ha éhes? Hát menzakasztogos. Na de félre a tréfával, jönnek a klasszik menza receptek a Street Kitchenen. Házias ízek, régi kedvencek, ezek a kaják tényleg isteniek lesznek. Nézzétek! Sziasztok! Én megint itt vagyok, és ma igazán kedvemre való dolgok fognak történni, mert azt találtuk ki, hogy elindítunk egy új sorozatot, ami nem más, mint a menzakaják. A menzakaják mindig nagy érzelmeket kavarnak, mert szép időszakhoz, szép emlékek tartoznak hozzá, viszont az étellel kapcsolatban vannak esetleg nem szép emlékek is. És ha tisztázzuk azt, hogy tulajdonképpen mi is az a menzakaja, akkor az fog kiderülni, hogy különböző kultúrákból, szokásokból, nagy receptekből hordtak össze ételrecepteket, csak sajnos az elkészítése alkalmával irányt váltottak, és amit most szeretnénk megmutatni, hogy visszaháziasítanánk ezeket az ételeket, hogy egy igazi, finom, kulinális étel váljék mindegyikből. A sorozat első étele, amit most szeretnék bemutatni, óriási kedvencem, az nem más, mint a zöldbab főzelék. Lássuk, hogy én hogy készítem. Elsőnek össze fogom vágni hozzá a vöröshagymát, mert én azzal szoktam indítani, amit vágjunk ilyen jó finomra, majd vágjuk így keresztbe is, és akkor még apróbbak lesznek a szemek. Zúzok hozzá fokhagymát is, ami tulajdonképpen nem kevés, de így lesz majd finom. Eddig van finomra vágva egy közepes fej vöröshagymánk, zúzva négy gyönyörű fokhagyma, öntök alá egy pici olajat, ami azért egész pontosan 2 deci körül van, ezt felmelegítem, teszem elsőnek a fokhagymát, mehet is utána rögtön a vöröshagyma, kellően megpirult a hagyma, csipetnyi vizet öntök alá, mert hogy én mindig így szoktam, hogy biztonságosan fűszerpaprikát tudjak rátenni. Ez a mennyiség körülbelül egy ilyen picit púpos tejáskanál. Felöntöm vízzel, hogy utána aztán egy felkapcsolt magasabb fokozaton tudjam párolni. Teszek bele egy kicsi sót, egy kicsi borsot, és adok hozzá petrezselymet, ami szerintem legalább 2 ilyen bolti csokornak felel meg. És azt 2 tételbe fogom beletenni. Egyik, hogy belevágom így a szár részét, igyekszem így finomra vágni. És akkor ezzel elkezdem most párolni. Pont jó állapotban van a pörkölt alap, körülbelül 2 deciliter vízzel öntöttem fel, és 10 percig pároltam, és pont jó, most bele fogom tenni a babot. Annyit elmondanék a babról, hogy gondoskodtam róla, én tegnap kivettem a fagyasztóból, és betettem a hűtőszekrénybe, ott töltötte az éjszakát, és úgy gondolom, hogy ezzel körülbelül 20 percet fogunk időben megtakarítani. Felöntöm 1 liter vízzel, teszek bele még 2 tejáskanál cukrot, megint emelhetem a fokozatot, és puhára főzöm így a babot. Megpuhult a bab, 2 deci tejszínt öntök hozzá, illetve szintén körülbelül 2 deci tejfölt. Három kanál lisztből fogok készíteni vizes habarást. Kész a csomómentes habarás, hozzáadom kevergetés közbe a megfőtt babhoz. Amíg ez összeforr, vágok bele petrezselymet. Tulajdonképpen egyetlen egy dolog van hátra, egy kihagyhatatlan. Kész ugyan a babfőzelék, de kap egy pici ecetet még. Ezzel is összekeverem. És tulajdonképpen elkészültünk. Hát így néz ki nálam egy zöld bab főzelék. A főzelék egy pici szavtal, külön tálalva pici pörköltel, aki elkészíti, jó játékot hozzá, jó étvágyat!